Köszöntöm a kedves nézőket! Talán önök is eljátszottak már a gondolattal, hogy egyszer mindent hátrahagynak, és egy lakókocsival elindulnak, hogy bejárják a világot. Ezek a fellángolások általában megmaradnak álmodozás szintjén, de Fischer Orsi és Zsovák Szilárd nem elégedett meg ennyivel. Ők bizony elindulnak, de hogy mi az úti cél, és tulajdonképpen hogyan teszik meg, arról majd egy kicsit később. Szervusztok! Szia! Talán szia. Kezdjük ott, hogy tulajdonképpen ti hol ismerkedtetek meg? Hol találtatok egymásra, és mióta tart ez? Beszéltek egy kicsit magatokról. Hát az elmúlt 8 évben Londonban éltem, Szilárd egy kicsit több, és ott egy nagy sportáruháznál dolgoztunk, és ott találkoztunk. És ennek pénteken most már 4 éve lesz. És hogyha jól tudom, egyik költök fehérvári, másik költök pedig budapesti. De mégis összehozott titeket a sors. És mégis Londonban találkoztunk. És mégis Londonban találkoztatok, igen. Igen, Szilárd lenne a székesfehérvár, én meg a pesti. Igen. Meséljetek még egy kicsit erről a londoni időszakról. Hát 11 év részemről. Igazából nagyon hamar elszállt. Ez idő alatt nagyon sok mindent csináltam. Voltam biciklifutár, étteremben dolgoztam, pékségben dolgoztam, közben nagyon sokat utaztam, és az utóbbi időben pedig, hát az utóbbi 5-6 évben pedig teljesen rámentem a sportirányú munkákra, el is végeztem iskolákat, mint személyedző, sportedző, úszótanárok voltunk, és a legvégén egy úszóedzői képzést is elvégeztünk, és ez irányba szeretnénk majd a jövőbe is tovább menni. Tulajdonképpen miért hagytátok ott Londont? Akkor már ez az utazás lebegett előttetek, vagy valami más oka volt? Is. Ugye már 4 éve együtt vagyunk, és úgy néz ki, hogy ez marad is. És hát a család alapításon, ugye ilyenkor azért már elgondolkozik az ember, viszont azt tudtuk, hogy Londonba biztos, hogy nem. Nagyon-nagyon szerettük az ottani életünket, és nagyon jól éreztük magunkat, de a gyerekvállalást nem tettük volna abba az országba, meg a városba. És akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy merre. És jártunk egyszer-kétszer a Kanári-szigeteken, élnek ott barátaink, és beleláttunk a kis életükbe, hogy mennyire nyugodtabb, mennyire jobb, ugye sokkal jobb az időjárás is. És azt hiszem, hogy ennek köszönhetően azt gondoltuk, hogy hát próbáljuk meg, aztán majd meglátjuk, hogy összejön-e vagy sem. Magyarország nem volt opció? Akkor szerintem opció, hogyha esetleg nem jönne be a Kanári-szigetek. Akkor úgy elgondolkozunk, hogy na akkor hova. Igen, mindenképpen meg szeretnénk próbálni, már csak azért is, mert nem akarjuk, hogy ez terv szinten maradjon. Szóval meg akarjuk próbálni, sikerülni fog, mert nagyon szeretnénk, de hogyha esetleg mégse, akkor nem lesz bennünk az, hogy hát meg kellett volna próbálni, és akkor ez a bizonytalanság. Szóval elmegyünk, megpróbáljuk, és igazából már 3 éve tervezzük. Úgyhogy nagyon körbejártuk a témát, vannak lehetőségek, és járható a dolog. Hogyan nézett ki a tervezés egyébként? Tehát 3 év azért óriási idő. Igen, úgy nézett ki, hogy 3 év az úgy, hogy elköltözünk, elmegyünk valahova. És akkor körülbelül olyan 2 éve voltunk én Orsi egyik barátnőjénél, az egyik Kanári-szigeteken, Lanzarote-n, és akkor ott tényleg beleláttunk, hogy működik, ő hol él, mit dolgozik, mennyit keres, mivel ez is egy elég fontos szempont, és az ő elmondása alapján is egy nagyon jó helynek tűnt, és miután visszajöttünk erről a nyaralásról, eldöntöttük, hogy ki kell tűznünk egy határidőt. Mert ha nem tűzünk ki határidőt, akkor az egész csak csúszik, és akkor majd jön ez a majd egyszer elindulunk, igen, majd jövőre, majd 2 év múlva. És akkor ti is megragadtok azon a szinten, ugye, mint ahogy általában nagyon sokan. Igen, úgyhogy hazajöttük és kitűztük az időpontot, hogy 2018 eleje. És hát ez egy kicsit csúszott, de hogy már megvolt az az időpont, tudtunk afele dolgozni, hogy ez az egész pontról pontra megvalósuljon. Meséljetek egy kicsit erről a helyről. Miért lett ez szerelem?
Hát szerintem igazából csak teljesen ellentéte Londonnak. Tehát én nagyon nyári gyerek vagyok, és nagyon-nagyon szerettem a nyarat, és még soha nem éltem olyan helyen, ahol télen-nyáron nyár van, de ki szeretném próbálni, vagy nem tudom, most olyan sok felhőt, meg borús időjárást kaptunk az elmúlt években, hogy most azt hiszem, hogy ez egy, a lónak egy kicsit a másik oldala. Illetve az a nyugalom, ami ott van, hogy az emberek tényleg leülnek egy kávéval a teraszon, és megisszák, és nem ilyen elviteles pohárba rohangásznak a metrón meg. És tehát ezt szeretnénk szerintem egy kicsit kipróbálni. Már kinőttünk abból a korszakból, hogy hetente buliba járjunk, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen élhető lesz, de ezt majd meglátjuk. Nagyon nagy nyugalomról beszéltek. Mekkora ez a sziget? Hányan lakják? Hát körülbelül olyan 500 ezer lakosa van ennek a szigetnek. Van egy pár város, van egy fővárosa, van egy reptere. Amikor utoljára ott voltunk, akkor autót béreltünk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy egy óra alatt eljutsz a sziget két legtávolabbi pontjára. Uh-huh. Szóval ez egy kis sziget, vulkanikus eredetű, igazából csak praktikai szempontokból megyünk erre a szigetre, hogyha én személy szerint választhatnék, akkor én egy nyugatibb szigetre mennék, ahol sokkal több a vegetáció, sokkal zöldebb, mivel ez van legközelebb a Szaharához, ez nagyon sivatagos. De mivel itt vannak kapcsolataink, és itt néztünk munkát, ezért ez az első lépés. Hogyha az megvan, akkor esetleg gondolkodhatunk, hogy megyünk tovább egy másik szigetre például. Egyébként mindketten ilyen utazgatósak vagytok, voltatok, vagy ezt egymásból váltottátok ki? Mindketten. Szerintem voltunk is, de szerintem ez csak még jobban erősödött, mióta együtt vagyunk. Hát ugye akkor megvan a... Sokszor szerintem az a baj, hogy az ember nagyon szívesen utazna, de nincs kivel. És jó, hát nyilván lehet a barátnővel, vagy szerintem az a legegyszerűbb, ha csak ketten megy az ember, mert akkor kevesebb a konfliktus. De nyilván, hogyha annak a barátnőnek is már van párja, akkor nem vele, nem a barátnőjével megy el nyaralni, vagy nagyon ritka az olyan eset. És szerintem ez, mióta együtt vagyunk, azóta csak így erősödött. Ugye megvan az a biztos kivel, és ha még csak egy extra két-három ember csatlakozik, az jó, de ha nem, akkor is el tudunk menni. És hogy nem tartotok a költözéstől, nagyon sokan félnek egyébként költözni, akár itt Magyarországon belül is, egyik városból a másikba, tehát a szomszédvárosról is van szó, de ti országokat szeltek át tulajdonképpen. Nem könnyű, szerintem, nem könnyű, mert hogyha pláne ha más országról beszélünk, akkor a nulláról kell kezdeni. Tehát ugye nem beszéljük a nyelvet, nem ismerjük a város, nincsenek barátaink, nincsen munkád, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Én ezt már kétszer végigcsináltam, mert éltem egy évet Rómába is, illetve Londonba is nulla angol nyelvtudással mentem ki, meg nem ismertem senkit, hatalmas város. De azt gondolom, hogy itt megint előjön az, hogy van kivel. Egyedül más, most már nem csinálnám végig, de úgy, hogy itt van Szilárd, így belemerek vágni. Igen, ez az új nyelvet megtanulni, ez úgy hangzik, mint hogyha most oda megyünk, és akkor teljesen a nulláról kezdenénk, már egy éve tanuljuk a spanyolt, és mivel a Kanári-szigetek nagyon turista központú, ezért biztosak vagyunk benne, hogy tudunk olyan munkát szerezni, amivel az angol tudásunkat tudjuk használni. Szóval... De mindenképp szeretnénk megtanulni persze, spanyolul. Persze, mindenképpen szeretnénk megtanulni spanyolul, meg már tanuljuk is, viszont nem úgy kell elképzelni, hogy oda megyünk, és akkor három évig mosogatunk, hanem tényleg szeretnénk egyből egy olyan munkát elvállalni, amit szeretünk is. Mint például, hát kinéztünk egy triatlon edzőközpontot, ahol, mivel ezen a szigeten mindig nyár van, ezért folyamatosan vannak edzőtáborok, ezért csináltuk meg az úszóedzői tanfolyamot, és rengeteget bicikliztünk, abból is van belátásunk. És én személyedző is vagyok, Orsi masszőr, úgyhogy reméljük, hogy a kvalifikációinkkal be tudunk kerülni egy ilyen helyre. Mi mindenképpen szorítunk nektek. Köszönjük. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy
hogyan fogtok utazni? Mert hogy azért ez se olyan egyszerű nem dolog nálatok. Hát úgy döntöttünk, hogy ezt az utat összekötjük egy európai utazással, ami úgy fog kinézni, hogy vettünk egy kis teherautót, egy dobozos teherautót, ami elég magas, jó hosszú, elég széles ahhoz, hogy be tudjunk rakni egy ágyat, egy konyhát. És emellé még pluszba megcsináltuk teljesen önellátónak, szóval van a tetején napelem, van benn 220, van benn vízpumpa, igazából sütőlapot tudunk üzemeltetni, turmixgépet, laptopokat tudunk tölteni, bármit. Szóval ez egy gyakorlatilag egy kis szobát csináltunk kerekeken. És hogy nem egy lakóautót vettetek? Tehát, hogy már konkrétan készen. Azért nem lakóautót vettünk, mivel régen mi nagyon rá voltunk, nagyon érdekelt minket a vadkempingezés, szóval az, hogy így nem a kimondott turista útvonalokon megyünk, és hogyha egy lakóautóval mentünk, van egy kimondottan lakóautónak épített lakóautóval, akkor mindenképpen kempingbe kellett volna menni éjszakára. Mivel van egy kis teherautónk, ami úgy néz ki, mint bármelyik kis teherautó, amit az úton látsz, így akár a város közepén is aludhatunk egy parkolóba. Szóval ezáltal megspóroltunk. Ezáltal megspóroltunk körülbelül 20 eurót éjszakánként, hogyha azt nézzük. És ez egy két hónapos utazás alatt sok. Azért ez az tetemes összeg. Igen. Igen. És ugye hát a kis konyha is megkönnyíti a költségeket az étkezésre, mert nem kell minden nap kétszer étteremben lenni, hanem igenis elő kell venni a sütőlapot, és kell egy kicsit főzni, és akkor már is egyszerűbb. Hogyan álltatok neki ennek az autónak egyébként? Tehát ez hogyan nézett ki? Tehát megvettétek ezt az öreg autót, és teljesen szétbombáztátok? Igen, úgy volt, hogy mivel még kint voltunk Angliába, ezért édesapámat bíztam meg, hogy intézze az autónak a technikai dolgait. Ez abból állt, hogy egy teljes hegeszt is kellett rajta csinálni, szóval nagyon sok mindenki volt lyukadva, az ajtók nem zártak rendesen. Ki volt szőnyeggel kárpitozva, szóval azt az egészet letépni, és újra felépíteni mindent. Szóval gyakorlatilag, mikor hazaértünk márciusba, előtte egy héttel lett rá meg a műszaki, addig folyamatosan szervizbe volt körülbelül 7-8 hónapig. Nagyon bátrak vagytok. Bírni fogja az utat? Bírni fogja. Reméljük. A berendezést ki állította össze? Hát együtt terveztük. Nagyon sok videót megnéztünk, hogy egy kis ötletet szerezzünk, hogy mi hol lehet, hogy ugye más autókból így megnézzük, hogy mit, hogy csinálnak mások, és kialakítottunk egy olyat, ami a mi méreteinkhez megfelelő lenne, és akkor, tehát végül is együtt terveztük az egészet. Igen, hát és igazából közösen is építettük meg. Szóval minden teljesen ki van szigetelve. Borítást igyekeztünk úgy megcsinálni, hogy minél világosabb legyen, szóval az növeli a teret. Akkor nagyon rámentünk a praktikusságra, a biztonságra, és igazából az egésznek a lelke az elektromos rendszer, amit pedig úgy rejtettünk el, hogy ha bármi probléma van, akkor az később is szerelhető. Az útvonalat hogyan kell elképzelni, hogyan fogtok haladni, és hát mondtátok, hogy ez nem egy elhamarkodott túra lesz, hanem szépen lassan végigjárjátok ezeket az állomásokat. Hány állomást terveztek, és hogyan fog kinézni ez az út? Az állomásokat nem igazán terveztük meg pontról pontra. Én azt gondolom, hogy nagyon szeretnénk helyiekkel is beszélni, akik esetleg adnak majd egy ötletet, hogy fú, te itt vagytok, egy köpésre ott van a másik városban valami, amit meg kell nézni, akkor rugalmasan tudjuk ezt kezelni, és nem az, hogy arra megyünk, amit mi elterveztünk. Úgyhogy hát elindulunk Magyarországról, Horvátországba, Szlovénia,
Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Portugália, és akkor végén kompozunk egy jót. Hát nyilván minden országnak megvannak a szépségei, gondolom azért kíváncsiak vagytok egy-két helyre, amit úgy biztosan beterveztek. Igen. Franciaországba vettünk egy kempingezésre való jogot 30 euróért. Ezt úgy hívják, hogy French Passion. Ebbe különböző borászatok, sajtkészítők, szóval ilyen helyi manufaktúrák fogadnak minket, bemutatják a helyi, ott a termékeiket, és ott lehet tölteni egy vagy két éjszakát gyakorlatilag. Szóval ez egy évre 30 euró, ami abszolút ajándék igazából árba, mert sok helyen elkérnek 30 eurót egy éjszakáért. Orsi pedig a plitvicei tavakat várja nagyon, mert ő még soha nem volt. Igen, nekem a plitvicei tavak az álmom, úgyhogy az biztos, hogy benne lesz. Igen. És ez így van a szomszédban, nem is kell. Igen, messze, igen, nem is kell érni, úgyhogy reméljük még az autó is elmegy odáig. Igen, és tényleg nagyon lassú léptekbe gondolkodunk, szóval körülbelül 100 km naponta, amit le akarunk vezetni, két hónaposra tervezzük az utat, tehát hogyha azt nézzük, 100 km az első megálló, az biztos a Balaton lesz. És ott melyik város egyébként? Hát az majd, is majd kiderül? Igen, az is majd kiderül. Mikor indultak? Hát most még van az autónak egy utolsó szervizköre, azt most viszem vasárnap, és akkor reméljük, hogy egy pár napon belül vissza is kapjuk, és amint megvan, indulunk. Már a belső berendezés megvan, most már tényleg csak várunk arra, hogy mindent leokézzanak, és azt mondják, hogy az autó vihető is ki fogja bírni. Ezt eltétek már egyébként? Persze. Igen, persze. Voltunk egy tesztúton, ahol a Kiskunság felé mentünk, illetve a Tiszatónál is megálltunk, Gyöngyös, Kékestető, Eger. Csináltunk egy kisebb kört, három naposra terveztük, az első nap estéjén elszállt a kuplungunk. Igen. Úgyhogy nem akadtunk nagyon fenn, kerestünk egy szerelőt, és mondtuk, hogy hát végül is ezért jöttünk, hogy az ilyenek kiderüljenek. Tehát igazából még örülünk is, hogy Magyarországon derült ki, és nem Horvátország kellős közepén. Igen, szóval ezért is éreztük az igényt arra, hogy még egyszer átnézzék a kocsit, egy másik szerelő, szóval próbáltunk különböző helyekre vinni, hogy különböző oldalakról és különböző szakértőkkel megnézetni az autót, hogy tényleg teljes biztonságban el tudjunk indulni. De persze nincs kizárva, hogy megint probléma lesz, de azt majd ott helyben megoldjuk. Be fogunk jelentkezni egy európai autómentő szolgálatra, szóval ha bármi történik, akkor lesz segítségünk. Ez nagyon szuper. Tényleg mindenre gondoltok, elképesztőek voltok. Próbálunk. Biztos, hogy vannak olyanok, amiket nem fogunk érinteni, olyan témák, és akkor azzal, ha majd probléma lesz, akkor kell vele szembesülni, de azt gondolom, hogy vagyunk annyira talpra esettek, hogy megoldjuk, de nem fogjuk akkor nem fogunk rögtön egy repülőjegyet venni, ott hagyni az autót és hazarepülni, hanem meg fogjuk oldani. Mi lesz egyébként az autó sorsa, hogyha kijuttok? Eléritek a célállomást? Hát akkor fogjuk csak az autó, akkor lesz az autóval bármi, a bennlakáson kívül, hogyha már van munkánk. Szóval ameddig nincs munkánk, addig bennlakunk az autóba. Hogyha már van munkánk, akkor valószínűleg az lesz, hogy keresünk egy kempinget, ahova véglegesen lerakjuk. Mivel, ott hogy, lesz a hogyha, vendégszobánk. Mivel ennek is a jogi része, hogyha ott akarjuk használni, akkor egy éven belül kell honosítani kell, szóval hogy spanyol rendszáma legyen, ami nem biztos, hogy megéri egy ilyen korú autónál. Nem tudjuk, hogy mennyiért tudjuk eladni, vagy ha egyáltalán is el is akarjuk adni, mivel rengeteg emlék fog majd, akkor meg már most is fűződik az autóhoz. Úgyhogy, hogyha lesz lehetőség, akkor mindenképpen szeretnénk megtartani, és egy nyaralónak megcsinálni egy kempingbe. Egyébként ez nagyon sok mindenkit érdekel ez a kérdés, amit most fel fogok tenni, és többek között engem is, mert ugye nagyon sok mindenkit a
pénz tart vissza ezektől az utazásoktól. Ti erre tudatosan készültök már 3 éve, és így pakoláztok félre a befőttes üvegbe, vagy ez hogyan van egyébként? Tehát, hogy azért 2 hónap sok idő úton, idegen országokban, más pénzekkel, úgyhogy utazással töltitek ezt az időt, tehát nem munkával. Ezt ti hogyan oldjátok meg? Igen, mi már régóta azért több mint 2 éve tudatosan spórolunk erre, és mivel egy külföldi országban éltünk, kicsit, tehát sokkal egyszerűbb volt fontba gyűjteni, és most forintba költeni, mint mondjuk ezt Magyarországról megtenni. Meg ugyanakkor a nagyobb tételeket azt már még Londonba kifizettük, mikor még volt állásunk. Tehát ugye az autót is akkor vettük, a napelemeket a tetejére is akkor vettük. Ezek mind nagyon sokat segítenek. Nyilván mellette még nagyon-nagyon sok kiadása van az embernek, amire így nem is gondol, ilyen apróságok is nagyon összegyűlnek. De én azt gondolom, hogy tényleg tudatosan spórolva erre az útra így fel lehetett készülni, illetve egy 2 szobás kis lakást béreltünk Londonba, ami üres volt, és az összes bútor, amilyenk volt benne, és ezt kb. Egy évvel ezelőtt elkezdtük árulni őket, és úgy gondolom, hogy mindent azért egész jól eladtunk, pláne az ilyen nagyobb bútorokat, voltak apróságok, amik megmaradtak, de a nagyobb bútorok azok mind elkeltek, és azt egy ilyen kis dobozba gyűjtöttük, és azt mondtuk, hogy az lesz a benzinpénzünk. És most úgy néz ki, hogy hát ahogy így számolgatjuk, hogy futni fogja rá. A benzinre biztos elég lesz. Hát a komp az egy nagy tétel, szóval az autót és kettőnket átkomposztatni, hát körülbelül egy olyan 1000 kilométeres út lesz az Atlanti óceánon, azért az nem olcsó. Szóval az nem hiszem, hogy ki fog jönni ebből, az 2 nap, 50 óra, 50 órás komput, igen. Ezért... Kompon szabad az autóban lenni? Nem. Na akkor ezt... Nem. Szóval ez a 2 lehetőségünk van. Körülbelül 550 euróba kerül az a jegy az autóra és kettőnkre, amikor kapunk egy széket, egy ülést, és akkor ott lehet ülni 2 napig. Vagy pedig még rádobunk 200 eurót, és akkor egy hálófülkét tudunk bérelni. Ezt majd útközben eldöntjük, hogy... Hát meg azt is meglátjuk, hogy ugye mennyi maradt, vagy mennyit éltünk fel ez alatt, a 2 hónap alatt. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk. Tehát ha ki kell bírni azt, hogy ülünk 2 napig, akkor kibírjuk, és utána. Előtte is ugye sokat fogunk pihenni, nyilván turistáskodunk egy csomót, de tengerpartokon fogunk nagyon sokat végigmenni, úgyhogy ott azért pihenünk is. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy vagyunk fáradtságilag, illetve anyagilag, hogy állunk. Akkor a harmónia egyébként köztetek, ahogy így rátok nézek, nagyon egy hullámhosszon vagytok. Vannak köztetek azért viták? Tehát a tervezés alatt volt valami? Jaj, nagyon sok. Tényleg? Igen. Ebben az autóban azért tudni kell, hogy nagyon-nagyon sok munka, és nagyon sok stressz is van. Ugye egyikünk se ért hozzá, én nyilván még annyit se. És azért nem stresszmentes. Tehát van, és ezek egymáson jönnek ki, mert nyilván mi állunk ott egymás mellett egész nap. Igen, szóval 10 hétben kellett az autót felépíteni, úgy, ahogy most el, és ezt a 10 hétet ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy főállású munka. Szóval ez reggel 8-tól délután 6-ig, megállás nélkül, boltba járni a különböző felszerelésekért, borításokért, szigetelésért, nem elég a csavar, nem elég ez, nem elég az, és akkor ott folyamatosan szinte 2 naponta boltba járni. És hát igen, emberpróbáló volt. Főleg úgy, hogy ez az első nyilván, hogyha már csinálnék még egyet, vagy még 2 csinálnánk, akkor, és nagyon sok dolgot egyet más, neked, vagy... Egyet neked. Igen. Akkor nagyon sok dolgot máshogy csinálnánk. Szóval ez nagyon sok tanulópénz is volt, de szerintem össze tudtunk hozni egy olyat, amiben jól el leszünk. És azt gondoljuk, hogy 2 úszótanárhoz képest ez, erre azért büszkék lehetünk. Szóval semmi asztalos, meg semmilyen hátterünk nincs.
ahhoz képest. Meg vagyunk elégedve. Igen, ügyes volt. Te is. Egyébként mi az, ami nem került bele az autóba? Tehát erre nem is tértünk ki úgy konkrétan, hogy mi az, ami tényleg benne van. Ugye a konyháról szó esett, a kis praktikus pakolós részekről szó esett, és az ágyról. De mi van benne még, és mi az, ami nincs? És mi ennek az oka? Fürdőszoba nincs benne. És vécése. És vécése. Nyilván jobb lenne, hogyha lenne benne, kényelmesebb lenne a dolog, de egy ugye nagyon pici, tehát én egy pakolós térnek jobban örülök, mint egy WC-nek, illetve hát egy nagyon pici térről beszélünk, és ha most ott végezzük el a dolgunkat, annak hiába bármilyen bio WC-t vesz az ember, azért annak ott szaga van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. Ma már azért egy kávézóba, egy bárhol meg lehet állni, el lehet végezni a dolgot. Útközben is vannak pihenőhelyek, ahol meg lehet állni. A természettől nem nagyon úckodunk, tehát ha kell, akkor... Gyakorlatfat kempingezünk. Igen, igen. Végül is nem is lesz olyan újdonság. A zuhanyzást azt szerintem, azt is, hogyha városon belül, vagy nem tervezünk sokat városba lenni, de ha mégis több napon keresztül abba vagyunk, akkor azért egy fitnessterem, egy bárhol, ezt meg tudjuk ejteni, illetve tengerpartok mentén nagyon sok ugye ilyen édesvízi zuhanyzó van, amibennél meg tudjuk, tehát le tudunk zuhanyozni. Látni fogjuk-e valahol a ti utatokat, a történeteket, hogy hol tartotok, mi történik veletek? Igen. Csináltunk egy blogot egy pár hónapja, Facebookon vezetjük ezt a blogot, úgy hívják, hogy Eurocampi, úgyhogy ott napi szinten lesznek frissítések, cikkek, valamint ugyanezen a néven van Instagramunk, YouTube csatornát is tervezünk, valamint az FMC-vel együttműködve hetente lesznek beszámolók az útról, hogy mi hogy áll éppen, hol vagyunk, esetleg valami problémák, élménybeszámolók, úgyhogy érdemes az FMC-t és a Facebookon az oldalunkat követni. Nagyon kíváncsian várjuk a híreket, és sok sikert kívánunk nektek az úthoz. Nagyon szépen. És remélem, hogy azért még hozzánk is bejöttök, és majd meg itt is beszámoltok az élményeitekről. Hát mindenképpen nagyon szívesen fogadjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Kedves nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra.